Pénteken ünnepelte 48. születésnapját Szivis Tomislav, aki szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatónkra két nagy tálca hideg tállal érkezett. A megjelent újságíró kollégák természetesen egymás után köszöntötték a mestert, majd belevetették magukat a munkába, hiszen sok feladatot ró minden hazai mérkőzés a helyi sajtó képviselőire is. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogyan látja 5 nap távlatából a DVTK vezetőedzője, csapatkapitányunk Elek Ákos és a nyáron érkezett Antal Botond a legutóbbi győzelmet. Ez a pécsi mérkőzés volt olyan kategóriában, amit kellett hozni. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz az, mert olyan nincs. De viszont azt gondoltam, hogy a mi célunkra, amire vágyunk, hogy dobogón tudunk lenni, akkor abba a kategóriába tartozott, hogy itt 3 pont kellett hozni. Úgyhogy első félidőben tökéletesen játszottunk, teljesen mértékben. Kellett rúgni akkor még 1-2-t. A német Milánok volt egy helyzet, mikor rákosolt a passz, és a Bacsának, mikor Nikházi passzott neki, az mindenféleképpen kellett rúgni, az ígyszerek voltak. És utána a második fél időben változtunk a taktikát is, sok minden miatt voltak az okak. Ákos volt beteg, és kérte, ő is kérte a cserét, mint Gosztonyi, aki ugyanúgy első fél időben nagyon jól játszott, másodikban már kevesebb, azért volt neki valami problémja, és nem bírta végigjátszani. Közben volt 2 sárga lap, és nagyon levegőben volt, hogy lehet piros. És akkor itt egy kicsit húztunk, ami nem volt terv. És akkor bajunk lett egy picit a középpályán, de meghoztunk maga biztosan azt a mérkőzést, és ami legfontosabb az, hogy tudtunk idegenből hozni 3 pontot, ami számít csak. Örömtei szerintem az, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy azokat a meccseket, amiket úgymond idézőjelben kötelező győzelmek közé tartozik, azokat be tudjuk hozni, ráadásul egy olyan csapattal tudtunk nyerni, amelyek még ugye nem nyert a bajnokságban, és előbb-utóbb azért fog nyerni, mint tavaly a Paks, hát sajnos úgy tavaly a Paks az ellenünk nyert itt. És játszottam igazából olyan meccsen Pécsen, ahol mi kezdtük a mérkőzés, és 10 másodperc után vezetett a Pécs 1-0-ra. Úgyhogy nem is volt olyan régen, szóval ahhoz képest azért óriásit fejlődött a csapat. És én nagyon örök neki, hogy az első 5 fordulóból itt tudtunk szerepelni. Talán még azt is lehet mondani nagy képviselőknek, hogy az Újpest meccs miatt még akár hiányérzetünk is lehet, mert ott nagyon jól futballoztunk, és talán azt lehet mondani, hogy inkább 2 pontot ott hagytunk, mint hogy 1-et hoztunk el, de az igazi előfelmérők azok már most van akkor. Hát én azt mondom, hogy nagyon szép rajtunk csapat, kiváló eredmények, és a pécsi meccs pedig nehéz volt a másik fél főképp, már ők kezdtük a mérkőzést, a másik fél időben pedig már kevésbé, de a Pécs is ugye nagyon jól jött ki az öltözőből, ugye már ez nagyon szép eredmény volt, hogy 2-re tudta hozni a csapat. El is látszik, hogy mennyire masszív csapat, hogy hiába van, hogy félnek nagyon jó másik félből, nincsen probléma, és meg tudom biztosan nyerni a mérkőzést. Miskolcon mindenki a szenzációs szezonkezdetről beszél, soha nem rajtolt még ilyen jól a DVTK a bajnokságban, mint idén. Halljuk, hogyan várják a vasárnapi meccs főszereplői a Debrecen elleni rangadót. Kapni fogunk a választokat. Egy pár kérdése. Tudomások kell venni, hogy bajnok csapat jön ide, hogy tegnap este nagyon-nagyon jó meccset játszott a Debrecen, nagyon magas iramban, és jön egy olyan csapat, akitől mink tanulunk, nem szégyenem ezt mondani, azért, mert csapat, aki utolsó 10 évben 7-szer volt bajnok, és mindig Európában jó szerepelt, ez is egy jó szereplés, most nem volt neki szerencseje Mate Borisov ellen. Egy csapattól, akitől indultunk mink az egészet itt, és én ezt nagyon szívesen visszatérek, amikor kaptunk egy 4-est, akkor az pofon volt, de én mondtam, igen, szuper, itt most kezdünk. És onnantól kezdtünk, és utána a következő bajnoki volt egy-egy itt, utána kivertünk őket a kupába, szóval nálunk látszik a fejlődés. És vasárnap szeretném ezt bizonyítani a csapaton együtt, hogy igen, dolgoztunk egy évet, most hogy lássunk, hogy hol vagyunk. És a cél nem változik, 3 pont, és azt, amit mondtam, hogy innen nem akarunk adni senkinek pontot, hogy vigyenek ebből a várból itt. Valóban én is így érzem, hogy a Debrecentől azért lehet tanulni, és itt most nem csak az első
csapatra gondolok, hanem az egész klub, modellre, hogy ahogy föl van építve, az azért az példamutató magyar szinten, hogy hogy kell felépíteni egy klubot. És azért az nem véletlen, hogy én eredményeket értek az elmúlt években. De, és igazán az is szerintem csalóka, hogy a bajnokságban így állnak, mert nem kezdtek jól, de azért az hozzátartozik, hogy azért nyilván a bajnokok ligájában az Európa Liga az előtt elsőséget élvezett a bajnoksággal szemben. És azt érzem, hogy most nagyon komoly mérkőzéseink jönnek, és valóban azért ez egy válasz lesz nekünk, hogy hol is tartunk, hogy mennyit fejlődtünk az elmúlt évek. Hát igen, nagyon jó mérkőzésre számítok vasárnap a Debrecenen, nagyon nehéz meccs lesz. Az biztos, hogy minden bele fognak tenni abba, hogy gyerjenek, tehát hozzák állampontot, erre készülünk. De sokan mondják azt, hogy most lehet, hogy fáradtabbak, vagy hogy nehéz már nevés sorozat van mögöttük, de úgy gondolom, hogy minden most bele fognak adni az ellenük mérkőzésbe. Mert nekik most az a legfontosabb, hogy ha már kiestek, akkor most egy jó eredményt tudják elni csinálni. Úgyhogy erre készülünk, és bízom benne, hogy elni fog. Nekünk oda kell tenni magunkat, 1000%-ot és fogunk, akár kijön. Most Debrecen, gyerünk, mutassuk meg, azon, mert játszhatunk bolgárok ellen, játszhatunk Krasznodár, játszhatunk erős mérkőzésen, mint ami ez lesz, hogy lássunk, hol vagyunk.